A Szent Mihály Arkangyal székesegyházban tartott gyászmisével vette kezdetét a tiltakozó megmozdulás. Irinei pátriárka kijelentette, a horvát ex-tábornokok felmentésével Hága megmutatta igazi arcát, vagyis azt, hogy valójában egy politikai bíróság. Több szerb vezető politikus is jelen volt a misén. A templomtól ezt követően sok ezren vonultak át Belgrád utcáin a parlament elé. A képviselőház lépcsőin több beszéd is elhangzott. Mindannyian ugyanazt állították, a horvátországi szerbek nem kaptak elég tételt sérelmeikért. Želimo iskreno da imamo pomirenje u regionu. Ali kako je moguće da zbog zločina Oluje niko nije odgovarao? Kako je moguće da su stotine hiljada Srba proterani iz Republike Hrvatske, a da su danas za to svi nevini? A háborús menekültek képviselői kérvényt adtak át Nebojsa Stefanovicsnak, amely alapján a szerb kormány később majd tárgyalásokat folytat Zágrábbal. Bíznak az új kormány erőfeszítéseiben, mert külföldön hiába keresik az igazukat. Ne može biti trajnog pomirenja ako stotine hiljada oštećenih Srba i svih drugih građana čekaju da njihovi problemi budu riješeni. Az átvett kérvényt hamarosan rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a szerb köztársasági parlament.